Zöld hulladékból kétféle csoportot különböztetünk meg. A konyhai zöld hulladék közé tartozik például a gyümölcs és zöldséghéj, a tojáshéj, a kávézac, vagy például egy elhasznált teafilter is. Ősszel azonban elsősorban a kerti zöld hulladék az, ami megsokszorozódik az év más időszakához képest. Ide tartoznak az elnyírt virágok, a falevelek, a fűnyesedék, valamint a letört gajak és lehullott gyümölcsök. Erre az évre a zöld hulladék szállítást elvégeztük, én azt mondom, hogy sikerrel. Hatalmas mennyiségű zöld hulladékot gyűjtöttek be a kollégák. Legközelebb majd következő évben az adott településen a kiosztott hulladékgyűjtési naptárak szerint kezdjük meg a zöld hulladék összegyűjtését. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A zöld hulladék gyűjtésére külön gyűjtőedényt biztosít. Emellett novemberben az edény tartalmán felül további egy zsáknyi kerti hulladékot ingyenesen elszállítottak. A társaság egyébként minden évben felkészül arra az eshetőségre, hogy a tervezetnél korábban indítja újra a szolgáltatást. Ugye elkészítjük év végén a következő évre vonatkozó hulladékgyűjtési naptárt a éves tapasztalatok alapján, és amikor az időjárás egy kicsit másképp alakul, mint ahogy terveztük, akkor bizony előfordul ilyesmi, hogy a lakosok már sokkal hamarabb igénylik a zöld hulladékgyűjtést. Legtöbb esetben ilyenkor igyekszünk úgy átszervezni a rendelkezésre álló erőforrásainkat, hogy hamarabb el tudjuk indítani. A különböző konyhai és kerti hulladék megnövekedéséhez vélhetően az is hozzájárult, hogy rengetegen álltak át idén az otthoni munkavégzésre a koronavírus járvány miatt. A hulladékkezelő szolgáltatása egyébként környezetbarát célokat szolgál. A zöld hulladékot az elszállítást követően a komposztáló központokban komposztálják, így azt később talajjavító termékként értékesítik.